Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a minden, világ minden tájáról, többek között az óceánról túlról részvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel a PPH, a Nyílt Akadémia közös élet és emberismert fejlesztő képzésén. Én Szedlacsikné Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Én a PPH-val előtt, illetve jelen pillanatban is még irodában dolgozom recepciósként, de mára már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Mi Budapesten élünk a párommal és házasságban. Azért kezdtem el itt tanulni a Nyílt Akadémiánál, mert nagyon tetszettek az ingyenes előadások, és úgy éreztem, illetve felkeltette az érdeklődésemet, hogy itt mennyi mindent tanulhatok. Nekem nagyon megtetszett Szedlacsik Miklós mesterkócsnak az előadása, és kíváncsivá tett. Szimpatikusnak találtam, hogy egy életjobbító szakmát tanuljak meg, hiszen mindig is szerettem volna másoknak adni valami pluszt, valami érdemeset úgymond, mert én régen a vendéglátásban külföldön dolgoztam, és mindig ott volt, hogy egy mosolyt csalják az arcukra, vagy egy kis törődést nyújtsak. De ez nekem nem volt elég. És én itt érzem azt, hogy itt megkapom azt a tudást, amivel az embereknek is tudok nyújtani, hogy jobbá tegyük az életüket, illetve segítsek ezen. És lehetőséget láttam arra is, hogy jobbá tegyem az életemet, hiszen én akkoriban, kb. 5 évvel ezelőtt, nem ilyen volt az életem, mint most. Nagyon sokat köszönhetek Szedlacsik Miklósnak, hogy kihozta belőlem azt, akit most jelenleg élek, úgymond. És szerettem volna egy tudást kapni, amivel másoknak is tudok segíteni. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító képzései által az életemben most már sokkal jobban tudok bánni önmagammal. Ez volt a legnehezebb feladat számomra, ugyanis nem csak a gondolataimat kellett helyre tenni, egy kicsit úgymond negatívan gondolkoztam, illetve a párom szokott úgy fogalmazni, hogy egy hullámvasúton ül, ugyanis a hangulati ingadozásaim is egy kicsit feladat volt számomra, és ebben is nagyon sok segítséget kapok Szedlacsik Miklós képzései által. És rávezettek arra is a képzései, hogy bánjak jobban a munkámmal. Ugyanis én azt éreztem, azért is dolgoztam külföldön, és nem akartam nagyon hazajönni se, mert úgy éreztem, hogy én nem tudok helytállni itthon. Ott meg megkapom az elismerést, milyen jó nekem ott. És erre rávezetett Szedlacsik Miklós, hogy de itthon is képes vagyok rá, és helyt tudok állni, és meg tudom csinálni, azóta itthon dolgozok. Nagyon sokat adott a képzései, hogy hogyan bánjak a párommal. Igyekszem beépíteni és minél jobban bánni vele, illetve hogy nőként éljem az életemet. Mivel úgymond egy erős anyai hátterem van, én is megerősödtem, illetve hogy külföldön is egyedül éltem az életemet, így nagyon megerősödtem. És így most már, hogy a képzések által használom a tudást, nőként tudok élni. És reméljük a párom örömére. Itt bólogat egyébként, itt van velem szemben. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt még valaki félreértené, Kriszti a menyem. A feleségem az majdnem velem egy idős. A fiamnak a felesége. Igen, mert Szedlacsik, még félreértik.
És ugye ő itt találta meg a párját, mert ugye előtte nem ismerték egymást a fiammal, és hát nagyon sok párunk van, akik itt találták meg egymást a PPA-n belül, és hát ugye össze is kötötték az életüket, ugye sokan, most már hála Istennek itt a PPA-n belül, tehát ilyen eredményeink is vannak. És azért nem mindegy, hogy tanulja az ember mondjuk a párkapcsolatot, hát ugye nézzük meg, hogy gyorsan mit is tanulunk, ugye tanuljuk az önmagunkkal, mint amit háziasszonyunk elmondott, önmagunkkal való helyes bánásmódot, és tanuljuk a párunkkal való helyes bánásmódot is. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ugye azok a személyek, akik itt tanulnak, és itt létesítenek párkapcsolatot, hogy végül is nem mennek szét, mert tudnak egymással bánni. És nem úgy, mint a civil életben, ugye, hogy azért mennek szét, mert nem tudnak egymással bánni. És ha két ember nem tud egymással bánni, mármint jól bánni természetesen, akkor nem sokáig marad meg a jó kapcsolatuk. Tehát ugye tudjuk, hogy a szerelem az mulandó, és maximum két év. Tehát van, akinél két nap. Hát hány olyat hallottatok már, hogy mit a milyen híres neves színésznő, vagy színész, ugye összeházasodott gyorsan, mert szerelmes lett, az két hét múlva már váltak, beadták a válást, mert elmúlt a szerelem. Tehát mondom, maximum két év. És ha valaki azt mondja, hogy ő már mit tudom én, 30 éve szerelmes a párjába, akkor az hazudik. A szeretet, a szeretetet meg a szerelmet talán nem kellene összekapcsolni. És egy kalap alá rakni. Mert két különböző dologról van szó. Mert a szerelem az mulandó, a szeretet pedig örök tud lenni. Mondom, tud lenni az sem, mert ugye a szeretetet is el lehet rontani. De mi az óriási különbség a kettő közt, hogy tisztába tegyük ezt a kérdést? Az óriási különbség az, hogy a szerelem az birtokol. A szeretet pedig nem. Mert a szeretet az teljesen önzetlen, a szerelem viszont önző. Tehát gondoljunk végig, mikor egy ember szerelmes, akkor szinte minden pillanatát az életének a párjával, vagy akiben szerelmes, azzal szeretné tölteni. És az eléggé rabság. A szeretet, mivel önzetlen, ott az ember a másiknak ad szabadságot, ami annyit jelent, hogy nem akar minden pillanatban vele együtt lenni, tehát magyarul nem nyomasztja a másikat, nem terhelő a másikra nézve. Főleg úgy, hogyha például mondjuk egy olyan párról van szó, hogy az egyiket csak szereti, idézőjelben a csakot természetesen, a másik viszont szerelmes. Mert az egyik birtokolni akarja, aki szerelmes, birtokolni akarja azt, aki beszerelmes. A másik, aki csak szereti, idézőjelben megint csak a csakot, az nem akarja birtokolni a párját. Az ad neki szabadságot, vagy szívesen adna neki szabadságot, meg az ember, ha végig gondolod, igényli is a szabadságot. Tehát én nagyon nem szeretném, hogyha például a nejem az állandóan a nyakamon csüngene. Tényleg. De ő se szeretné, hogyha én állandóan a nyakán csüngenék. Ugye a mi házasságunk az már nem mostani indítatás, 39 éve ismerjük egymást, és 37 éve vagyunk házasok. De sokat tettünk nagyon azért,
hogy a párkapcsolatunk az jó legyen, és elmondhatjuk azt, hogy tehát sikerült azt megtenni, hogy a párkapcsolatunk az egyre jobb. Tehát az átlaghoz képest sokkal jobb, de ahhoz képest is még javul. Jó, tehát ha az embernek van tudása bármilyen téren, akkor azon a területen sokkal könnyebben, sokkal könnyebben tud boldogulni. És akkor képzeljétek el, hogyha valaki mondjuk itt találja meg a párját, aki szintén tanulja mondjuk az önmagával és a párjával való bánásmódot, hát nyilvánvalóan sokkal jobban fog tudni az azonos ismeretekkel rendelkező párjával. És ez vice versa természetesen, kölcsönös tud egymás irányába lenni. De nem csak ennyit tanulunk, hanem az életünkben van 10 terület, és hát nem csak a párunkkal fontos, hát vannak nekünk őseink, hát akinek még van, és egyáltalán nem baj, hogyha az ember jól tud bánni a szüleivel. Főleg, hogyha fiatal még, és sokáig kell még élvezni a szülők jelenlétét, hát akkor gondoljunk végig, hogy sokáig kell jó kapcsolatban lenni a szüleinkkel. És egyáltalán nem mindegy, hogy a szülőkkel az ember hogyan tud bánni. De az sem mindegy, hogy az embernek, ha van gyereke, nem tudom, kinek van gyereke, azt tegye fel a kezét. Jó, Skype-osokat is nézem, jelenlévőket is. Köszönöm szépen. Hát az se baj, hogyha az ember tud bánni a gyerekével. Tehát van egy szabály ezzel kapcsolatban, ezt érdemes felírni, hogy közvetlen hozzátartozóval nem lehetsz haragban. Tehát közvetlen hozzátartozóval. Kik a közvetlen hozzátartozók? Ugye szülő, nagyszülő, dédszülő, akkor gyerek, unoka, dédunoka, stb. Testvér, akkor a párunk. Ki a pár? Akikkel összebútoroztunk, együtt élünk, jó? Az a párunk. Akivel csak hébe-hóba vagyunk együtt, az nem a párunk, az a barátunk. Oké? Okay? Jó, tehát akivel össze vagyunk bútorozva és együtt élünk, az a párunk. Akkor kit hagytam ki? Nem, ennyi, elmondtam, szerintem ennyi. Jó, tehát elmondtam a pár, testvér, szülő vonalán lefele, meg a gyerek vonalán felfele. Jó, tehát lényeg az, hogy közvetlen hozzátartoz. Miért fontos, hogy az ember a közvetlen hozzátartozóval ne legyen haragba? Mert gondold végig, hogyha közvetlen hozzátartozóval voltál valaha haragban, abban biztos lehetsz, hogy a figyelmedet az az esemény, tehát ami létrehozta a haragot, az tudti, hogy eszméletlen módon elvonta. És az ember úgy működik, hogyha valamilyen esemény, vagy történés, vagy személy, vagy bármi más elvonja a figyelmedet, akkor a jelenre nem jut elég figyelmed. És ha az embernek a jelenre nem jut elég figyelme, akkor hibázik döntésekben és cselekvésekben. És ha az ember a jelenben hibázik, akkor annak a jövőben a hibázásunknak mindig következménye lesz, méghozzá negatív következménye. Ezáltal, hogyha az ember olyan személlyel van haragban, akivel ugye közvetlen hozzátartozói kapcsolatban van, hát az tudja a legnagyobb mértékben elvonni az embernek a figyelmét. És ezáltal a legnagyobb mértékű hibázásokat tudja az ember abban az időszakban elkövetni, míg ez a történés jelen van. Tehát egyáltalán nem mindegy,
hogy az ember mennyire tud bánni, tehát mennyire van tudása az emberekkel kapcsolatban, és főleg ugye ővelük, mert hiszen ők a közvetlen hozzátartozóink. Jó, hát a testvér éppen nincs ide beleírva, de az, nézzük, az a következő, az a másokkal való bánásmód. Tehát az embernek nem baj, hogyha egyáltalán az emberekkel a tudása olyan mértékű, hogy képes bármilyen emberrel jól bánni. Tehát jól bánni. Tehát helyesen bánni. Tehát mit jelent ez, hogy jól bánni, helyesen bánni? Az adott helyzetnek megfelelően a legoptimálisabban. Tehát amit abban a helyzetben a legoptimálisabban lehet tenni. Na most ez tudás nélkül nem megy. Tehát hogy működnek az emberek ezeken a területeken? Úgy működnek, hogy 7 éves korig minta alapján. Tehát amit mintaként elsajátítottak. Tehát ha valaki mondjuk 50 éves, csak mondtam egy kort, akkor is meghatározó 50 évesként az életében, hogy az első 7 évben milyen mintát vett föl. Majd a következő 7 év az a tanulás időszaka. És egyáltalán nem mindegy, hogy abban a 7 évben mit tanult az illető. És ha ebben a 14 évben nem jó mintát látott valaki, vagy nem helyes tanításra tanították, tehát nem helyes dolgokra tanították, akkor ne csodálkozzon valaki, hogy az egész életében rendszeresen hibázik. Tehát rendszeresen. És gondold végig, mit lehet ezzel tenni? A legtöbb ember ezzel kapcsolatban mit tesz? Hibázik, 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 hibázik. Ezt csinálja. Miért? Mert nem ismeri azt, hogy mi miatt hibázik, és nem ismeri, hogy hogy lehet ezeket a hibázásokat kiküszöbölni végérvényesen. Tehát végérvényesen. Tehát van rá technika, hogy ezek a hibázások, ha az ember tudással rendelkezik, már tovább nem működjön. Tehát ne hibázzon. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek hát nem nagyon tudnak ezeken a területeken boldogulni. Tehát nem nagyon. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy még az önmagukkal való bánásmód is komoly próbatétel. Mondok példát, nem tudom, tudjátok-e, hogy az 1800-as évek végéig a nőknek nem volt egójuk. Nem volt egójuk. A nők egójának kifejlődése az 1900-as években kezdődött. Méghozzá az 1920-as években kezdték el a nők egóját kifejleszteni. Na most a férfiaknak mindig volt egójuk. Tehát mindig. Tehát genetikailag, ha megnézzük, a férfi egó az jött több ezer éven keresztül. A női egó pedig nem létezett. Nem létezett. Na most ehhez képest, most nézd meg, hogy a hölgyeknek mekkora egójuk van. Tehát hogy állnak ebben az egó kérdéssel a hölgyek? Tehát mit sikerült elérni 100 év alatt? Hát van legalább sok, mondhatjuk azt, hogy a legtöbb
nőnek van annyi egója, mint a legtöbb férfinak. Na most mi a probléma ezzel? Hát nézzük meg a párkapcsolati dologban mi a probléma. Tehát miért nem volt régen válás? Nagyon egyszerű, mert a hölgyek azok alkalmazkodtak. Na most ha egy hölgy azt akarja, hogy egy férfi alkalmazkodjon, az akkor meg a férfinak a saját genetikáját meg kell erőszakolnia. Nem vicc. Mert a férfiak soha nem alkalmazkodtak a nőkhöz. Soha. Mindig kivétel nélkül a nők alkalmazkodtak a férfiakhoz. Hihetetlen, nem? Na most, gondoljátok végig, hogyha van két személy, amelyik az egója miatt nem, mert az egó miatt nem tudunk alkalmazkodni. Ezt csak úgy hozzáfűzném. Tehát az ego akadályozza meg a férfiakat az alkalmazkodásban. És minél nagyobb egójú egy férfi, annál jobban megakadályozza az alkalmazkodásban. És ez ugyanígy működik a hölgyeknél. Minél több egy hölgynek az egója, annál jobban megakadályozza az alkalmazkodásban. És akkor képzeld el, összeházasodik két olyan ember, akinek jó nagy egója van. És akkor mi lesz? Ego harc. Erre szokták mondani, hogy két dudás nem fér egy csárdába. Tehát még arra is tudok választ adni neked, hogy a hölgyek egója mikorra alakul ki teljes egészében. Ugye akik ezt tudják, már tudják, 28 éves korukra. Ami azt jelenti, hogy ha megnézed most a házasságok nagy részét, 28 éves kor után házasodnak a hölgyek. Mert első a karrier. Ami azt jelenti, hogy addigra teljes egészében kifejlődik az egójuk. És ha nem tudatos a hölgy, tehát nem ismeri a saját működését, nem ismeri a férfi működését, ki van csukva, hogy abból a házasságból ne legyen válás. És tudod, miért nem lesz válás? Sok párkapcsolatban korán miért nem lesz válás? Mert a férfiak gyengülnek. És amikor egy férfi el kell alkalmazkodni a hölgyhöz, akkor ez azért csinálja, mert gyenge férfi. De világos, drága hölgyeim? Na most, ha egy férfi gyenge, az egy idő után nem kell az erős hölgynek. És ezért, ha megnézitek, a házasságok, ugye a válási statisztikákat mondom, a válások 70%-át a nők adják be, és nem a férfiak. Ennek utána tudsz nézni. Ez nem csak itt, a világon mindenütt. Ha mondjuk az araboknál ott ez az arány kisebb. Jó, meg Afrikában. Jó, tehát, de a, ugye szerte ott, ahol a nőknek ugye megvan a társadalomban a, nem csak az anya szerepe, hanem a karrier szerepe is, ott ez a statisztika. Tehát az azt jelenti, hogy több mint kétszer annyi nő adja be a válást, mint férfi. Tehát magyarul akkor kik az elégedetlenebbek a házasságban? A nők, így van. És zömében miért? Mert ugye mit választ egy erős nő? Egy jó nagy egójú nő. Hát egy nálánál gyengébb férfit. És mit választ egy, hát nem túl erős férfi? Egy nálánál erősebb hölgyet. De ugye mindig a hölgy választ, nem a férfi.
mindig a hölgy választ, és nem a férfi. És létrejön egy olyan kapcsolat, most a házasságok nagy része olyan, hogy erős nő, és nálánál gyengébb férfi. És ez működik, ez a fajta dolog egy darabig, addig, míg a férfi be nem sokal, vagy a nő be nem sokal. A férfi akkor úgy sokal be, hogy fogja és ott hagy csapott papot, látszólag előjel nélkül. A nő pedig úgy sokal be, hogy állandóan elégedetlenkedik a gyenge férje miatt. És akkor egy idő után elege lesz ebből az állandó elégedetlenségből, és ott hagyja a párját. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, nem kellene vajon ezen a területen valami lényegesebb tudást szerezni. És akkor hogy gyakorlunk? Hát nagyon egyszerű, mert az ember tanul és van párja, akkor tud gyakorolni. Az az egyik gyakorlási lehetőség. Hát a másik meg az a gyakorlás, hogy lehet itt bárkinek saját csapata, mint amit Kriszti is elmondott. Tehát lehet bárkinek saját csapata, és a saját csapatban jellemző, hogy vannak párkapcsolatok. És vannak, ahol vannak párkapcsolatok, ott vannak párkapcsolati konfliktusok is. És a legtöbb coaching, mi az, hogy coaching? Ugye a mi értelmezésünkben a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, a coaching pedig azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát amikor egy szakértő, egy párkapcsolati szakértő coachingol egy párt, akkor ugye az a feladata, hogy rávezesse a problémáik valódi okára, és rávezesse őket a megoldásra. És gondold végig, hogy ezekből is mennyit lehet tanulni. Mert az ember találkozik olyan kapcsolatokkal, amit ugye helyre kellene hozni. És hát ugye a coach az képes arra, hogy segítséget nyújtson ebben. Tehát ő nem hozza helyre senkinek semmilyen párkapcsolatát, de képes arra, hogy olyan javaslatokat tegyen, amit ha megtesznek, akkor helyre jöhet a párkapcsolat. És ha valaki itt tanul, és már esetleg egy olyan helyzetből jönnek ide tanulni, hogy párkapcsolati gondjaik vannak, akkor lehet, hogy az a párkapcsolati képzés majd csak jó soká lesz. Meg ugye nem biztos, hogy hirtelen megoldások nem kellenének most. Ezért, hogyha hirtelen megoldások kellenek a csapatban lévő pároknak, akkor az itt lévő vezetők, akik már tanulták ezeket a dolgokat, tudnak segíteni azoknak az embereknek, akiknek esetlegesen párkapcsolati gondjaik vannak. Szóval a lényeg az, hogy egy csomó olyan tudást tudunk nyújtani az embereknek az élet különböző területeire, amit a mindennapokban tudnak hasznosítani. Én látom, hogy kicsit hihetetlen az, hogy nem volt a nőknek egójuk. Nehéz elképzelni. Hát ha elmennél egy kicsit mondjuk az arabokhoz, ott még mindig nincs. Oké? Ott még mindig nincs a nőknek egójuk. Tehát most gondold végig még egyszer abból a szempontból, két ember ha összejött, valakinek engedni kell. A férfi azt hozta genetikailag, hogy ő nem alkalmazkodik. Te csak a születésednél fogva alakítottad ki az egódat hölgyként. Mert
nem úgy születtél, hogy egóval. Oké? Ami azt jelenti, hogy még egyszer mondom, a hölgyeknek a saját teljes egójuk 28 éves korukra alakul ki. Egy fiú egóval születik. Oké? Tehát minden fiú egóval születik. Na most, ha esetleg neked van lányod, és már úgy született, hogy nagyon erőszakos, akkor tudd, hogy egy erőszakos anyában volt 9 hónapon keresztül. Oké? És azért már születésénél fogva, hát egós a kis csaj. Tehát gondold végig, egy olyan anyában, mondjuk az araboknál, akinek nincs egója, ő kihord egy babát, egy kislányt, az egó nélkül születik. Világos ez? De a teljes egó, mondom még egyszer, a hölgyeknél 28 éves korra alakul ki. Tehát ezért ugye nagy gondok vannak a kései házasságoknál, ha az illetők nem tanulnak meg egymással bánni. Mert például az én nejem 19 éves korában ment férhez hozzám. És nem tudom, tudjátok-e, hogy 21-től már kezd kialakulni az ego, és a 21-28 éves kor között alakul ki a teljes ego. És ha valaki azelőtt házasodik, mert régen azelőtt házasodtak a hölgyek, akkor ugye sokkal, de sokkal könnyebben tudtak alkalmazkodni. Most egy hölgy 28 éves kor után házasodik, tudás nélkül baromi nehéz lesz neki. Márpedig ugye rengetegen vannak pár nélkül Magyarországon és a világ fejlettebb részén. Tehát ahol ugye a fejlődés hozta a válásokat, mert megnézed, ott vannak sok válás, ahol fejlettnek mondják magukat a társadalmak. Tehát a világ azon részén, ahol ugye fejlettnek mondják magukat az emberek, ott sok egyedülálló van, most mindegy, hogy rövidebb vagy hosszabb ideig, az ebből a szempontból részletkérdés, ami azt jelenti, hogy később is, nem csak fiatalon, hanem később is kell párkapcsolatot létrehozni. És egyáltalán nem mindegy, hogy valakinek már a 20. párkapcsolata van, vagy mondjuk az első után a második már a tudása miatt jól sikerül. Oké? Vagy ha volt kettő, akkor a harmadik az már jól sikerül, mert van tudása. Tehát egyáltalán nem mindegy. És azért gondoljátok vissza végig, drága hölgyeim, a férfi gondolkodás része az, hogy nem mindegy, hogy hány férfi kefélte meg már a feleségemet. Oké? Még akkor is, ha az bármennyi idős már, érted? Tehát a férfi gondolkodásban ez benne van, hogy nem mindegy, hogy hány párja volt azelőtt, mielőtt én megismertem. Oké? És ez is rányomja, annak ellenére, hogy a férfiak ezt nem mondják ki. Azért nem mondják ki, mert intelligens az az illető. De minden férfiba ez benne van. Világos ez? Tehát ezért nem mindegy, hogy én vagyok a 27. párja,
vagy az első netáltán második vagy harmadik rossz esetben, érted? Oké? Szóval lényeg az, hogy vajon akkor az ilyen jellegű tudásra van-e szükség a mai világunkban? Főleg úgy, hogy most már ugye régebben nem voltak olyan széthúzó erők, mint mostanában. Tehát például a hölgyek, azok nem foglalkoztak a sporttal. Az én gyerekkoromban, vagy még legénykoromban is, én nem hallottam azt, hogy a hölgyek mondjuk a sporttal foglalkoztak volna. Ezáltal apámmal a sportról soha nem tudtak vitázni. Nem volt az, hogy az egyik egyiket szerette, az egyik csapatot, a másik csapatot. És ezáltal nem lehetett vita. A nők nem politizáltak. Ezáltal soha nem volt olyan, hogy politikai vitát folytatott volna anyám meg a édesapám. Soha. Érted? Most már foglalkoznak a hölgyek politikával is. Nem úgy, hogy csinálják, hanem belefolynak a politika figyelésébe. És ez ellentétes nézeteket tud előidézni. Oké? Hát egész régen ugye vallás különbségek lehettek, ugye abból lehetett annak idején konfliktus. De nem annyira volt jellemző. Hiszen hogyha össze tudtak jönni, mert például ugye ellentétes vallású volt édesanyám is, meg apám is, hát nem ellentétes, de nem azonos. De ebből konfliktusuk sose volt. Na most, miből volt konfliktusuk? Tehát édesapáméknak, amíg én otthon éltem, két dolog miatt volt konfliktusuk. Én nem is emlékszem harmadikra. Megmutatom. Jó? Az egyik, ez a probléma volt. Oké? Tehát én voltam a probléma. És ezáltal rengeteget veszekedtek miattam. Tehát miattam. Tehát másként látták a gyereknevelést. Oké? Másként látta anyu, másként látta apu. Apu szigorú volt, anyu megengedékeny, és ebből rengeteg konfliktusuk volt. Én meg benne voltam minden buliban. No szóval. És volt még egy téma, de még mielőtt a másik témára térnék, gondold végig, ha tudtak volna gyerekkel való bánásmódot, mind a ketten ugyanazt tanulták volna, akkor sose lett volna ebből vita. Sose. Mert simán megegyeztek volna. Oké? És nézzük meg, hogy min vitatkoztak még. Pénzkérdés. Ha nem volt, akkor azért, ha volt, azért. Teljesen mindegy. Jó, de amikor már volt, akkor azért kevesebbet vitáztak. De akkor is volt vita, hogy ki mire költött. Szóval lényeg az, hogy ha tanulták volna például ezt a területet, a pénzzel való helyes bánásmódot, akkor nem vitatkoztak volna a pénzen. Tehát én nem emlékszem, hogy a nejemmel pénzen vitatkoztunk volna életünkben. Oké? Miért? Mert én mindig úgy lerendeztem, hogy úgyis megteremtem azt, amire szükségünk van. Világos ez? És ez mindig így volt, mióta összeházasodtunk. És ez nem csak mondtam, hanem meg is csináltam.
És ezáltal ugye a nejem még akkor sem aggódott, mikor anyagilag nem voltunk nagyon elengedve. Sőt, egyáltalán nem. Szóval a lényeg az, hogyha a szüleim tudtak volna ezzel bánni, ugye, mert lett volna tudásuk, akkor ez a vita is kiesett volna. Márpedig ők nagyon sokat veszekedtek ezen a két dolgon. És amikor én eljöttem otthonról, mert megházasodtam, akkor már rajtam nem veszekedtek, az biztos. Úgyhogy a veszekedések aránya biztos, hogy csökkent. Na most, hány olyan embert ismersz, akik hazaviszik a problémáikat? És elsősorban nem a férfiak viszik haza a munkahelyi problémáikat, hanem a hölgyek. És ha egy hölgynek munkahelyi problémái vannak, akkor hazamegy, és már a férje messziről látja, hogy munkahelyi problémái vannak a feleségének. Érted? Ami annyit jelent, hogyha megnézzük, hogyan működik egy kapcsolat, egy párkapcsolat, akkor a nő szerepe az hatványozott a párkapcsolatban. Tehát sokkal meghatározóbb, mint a férfi a kapcsolatban. Tudod milyen mértékben? Megint csak ezt a 70-30-at tudom mondani. 70%-ban a nőtől függ a jó kapcsolat. És ha elrontják a hangulatát a hölgynek a munkahelyén, mert a hölgy nem tanulta, hogy hogyan bánjon helyesen a munkájával, és természetesen az ott lévő emberekkel, akkor haza fogja vinni azt a problémát, ami a munkahelyén megélt. Ugye megint visszamélve a múltba, a múlthoz ugye visszanyúlva lehet tanulni, miért nem volt ilyen probléma régen? Mert a hölgyek nem jártak el dolgozni. De dolgoztak hol? A ház körül, vagy a férfinak besegítettek, mit tudom én, ha állattartás volt, akkor az állattartásban, ha növénytermesztés volt, a növénytermesztésben, ha bármilyen üzlet volt, akkor bármilyen üzletben. Tehát például az én nagymamámnak a férje az cipész volt, faszek cipész. És nagymamám besegített neki a műhelyben. De ugyanúgy a másik oldalon, a másik nagypapám az növény és állat, növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozott. És ott besegített a nagymamám. De mint munkahelyre nem jártak el. És ugye eljár a hölgy. És ugye a hölgy nem olyan, hogy fogja, és mint a ruháját leveti a problémát. A férfi jobban képes arra, hogy levesse a problémát. Ugyanúgy, mint ahogy a kabátját felakasztja a fogasra, amikor hazajön, gyakorlatilag a legtöbb férfi az a problémáját és munkai problémáját is felakasztotta a fogasra. De a hölgyek nem ilyenek. A hölgy az ott marad a figyelme a problémáján. És onnantól kezdve, gondold végig, hazajön rossz kedvűen, hát akkor a férje sem lesz túl jó kedvű. Pitty-putty, elromlik mind a kettőjük hangulata otthon. És ha egy párkapcsolat jó, de a két ember hangulata rossz, akkor az sem okoz pozitív hatást a párkapcsolatra. Tehát ugye megkérdezel például egy férfit, hogy mi volt a munkahelyeden, mit fog mondani? Semmi. Így van. Megkérdezed a hölgyet, mi volt a munkahelyeden, akkor nyugodtan ülj ott le,
Így van, és hallgass meg békésen. Jó? De ha egy tanítást elfogadsz, jó, ez most ugye nem az a rész, de mégis talán egy mondatnyi. Férfiként fogadd el, hogy ugye az imént azt mondtam, hogy hallgass meg békésen, és ne hozd az észt. Oké? Okay? Jó? Tehát hallgast, fogd be a szád. Jó? Mert ilyenkor mit csinál a férfi általában? Hát már nyújtja is a megoldást, hagyd ott anyám a munkahelyen, hogy mit tudom én, miért nem mondtad meg neki, miért nem ezt csináltad, miért nem. És ahogy így mondja a férfi a jobbnál jobb tanácsait, a nőnek így nő a feje. Érted? Jó, tehát magyarul nem megnyugtatja a párját, hanem olajat önt a tűzre. Jó, tehát eléggé fontos lenne, hogy az ember ismerje a másik személy működését. És ugye nem csak abból a szempontból fontos, hogy általánosan hogyan működnek a férfiak, vagy általánosan hogyan működnek a nők, hanem speciálisan a te párod hogyan működik. Oké? Okay? Ha te férfi vagy, akkor a feleséged, vagy a, ugye a párod, a hölgy párod hogyan működik, vagy ha te hölgy vagy, akkor a férjed, vagy a férfi párod hogyan működik. Speciálisan. Mert mindenkinek van egy saját személyisége, ami eltérhet az általánostól. Tehát attól, hogy általánosan bizonyos dolgokban hasonlóképpen működünk, már pedig több dologban működünk hasonlóképpen, mint ellentétesen. Még akkor is, ha megnézzük, hogy összességében megnézzük, hogy mennyi, belevonva a férfiakat, nőket egy kalapba, és megnézzük, hogy összességében hogyan működünk, akkor azt lehet mondani, hogy többségében még a férfiak és a nők is hasonlóan működnek bizonyos dolgokban. De vannak különbségek, és ha a különbségeket az illető nem ismeri, akkor nem is tudja elfogadni a különbséget. Mert itt az a probléma, hogyha valamit nem ismer az ember, az nehéz elfogadni. És összességében mondhatjuk azt, hogy kevesebb dologban vagyunk különbözőek, mint amiben azonosak. Még a férfiakat is, nőket is figyelembe véve, és általánosan, még azon túl, hogy van a férfi meg a női különböző működés, még azon túlmenően is, még mindig az van, hogy a bizonyos dolgokban hasonlóan működünk, de még mindig van az, hogy bizonyos dolgokban meg teljesen különböző. Tehát ugye úgy mondanám, hogy mondjuk olyan összességében 60-40% az, amiben 60%-ban azonos működése van minden embernek, 40%-ban különböző. De az a 40% annyira, annyiféle különbözőség lehet, hogy ha az ember nem ismeri meg a másik szemét, nek a működését, akkor mondom még egyszer, egy nagy probléma tud ebből származni, az elfogadás hiánya. És az elfogadás hiányából nagyon sok problémát tudnak létrehozni az emberek. Tehát nagyon sokat. Például az egyik az, hogy ott marad a figyelme azon a dolgon, és rágódik rajta. Illetve az, hogy ezáltal haragot táplál a másik iránt. Ugye mind a kettő probléma, a haragról már beszéltem, főleg hogyha az egy közvetlen hozzátartozóval történik meg.
Szóval a lényeg az, hogy kérdezem, hogy vajon ezeken a területeken nincs-e szükség többlet tudásra? Mert valamennyi tudásod van. Nem tudom, az mennyire elég, meg mire elég, de többlet tudásra. Tehát gondold végig, az ember meg tudja azt csinálni, hogy egyik szélsőséges eset az, hogy hibát hibára halmoz. A másik szélsőséges eset az, amikor az embernek nincs tudása, és azzal oldja meg a tudatlanságát, hogy nem cselekszik. Nem hoz döntést, nem cselekszik. Például hány olyan emberre találkoztál már, vagy hallottál róla, férfitról vagy nőről, mindegy, hogy azt mondta, hogy azért nem keres magának párt, mert nem akar magának gondot. Érted? És ez a tudás hiánya, jobban megnézed. Hát most az ember nem egy monogám lény, hanem egy társas lény, érted? Tehát mi nem a, mit tudom én, ahhoz az élőlényhez tartozunk, amely csak, mit tudom én, addig vannak együtt, mert vannak ilyen például ilyen macskafajták, hogy addig vannak együtt, ameddig a párosodás megtörténik. És utána a nőstény neveli föl a gyerekeket. Nem gyerekeket, bocsánat, hanem a kölyköket. Kölyköket. Érted? De van az oroszlán például, az amelyik családban csinálják ugyanezt. Érted? Hát most gondold végig, melyik a jobb? Melyik van nagyobb kiszolgáltatottságban? Az, amelyik az állatok közt, amelyik egyedül, amelyik nőstény egyedülként felnevelni a kölykeit, vagy az a nőstény, amelyik családban tudja nevelni? Hát nyilván nem kérdés. Hát most gondold végig, egy olyan embernek, aki jó életet akar élni, nem mindegy, hogy milyen az alap. Nem mindegy, milyen az alap. Nem mindegy, hogy milyen mintát látott, nem mindegy, hogy mit tanult. Nem mindegy tehát, hogy úgy nő föl, hogy elváltak a szülei, vagy úgy nő föl, hogy mondjuk csonka család, vagy úgy, hogy együtt vannak a szülők, és jól megvannak egymással a szülők, természetesen. Mert úgy vannak együtt a szülők, hogy állandóan veszekednek, hát az sem jó. De akkor sem az a megoldás, hogy szétmenni, hanem az a megoldás, hogy szerezzünk annyi tudást, hogy helyre tudjuk hozni a dolgokat. Tehát minden megjavítható. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig egy olyan gyerek, amelyik mondjuk apa, mert ugye az a jellemző a mai világban, hogy apa nélkül nő fel. Régen ez akkor történt így, hogyha valakinek meghalt az apja. Hát régen nem volt, hogy elválnak. Tehát apa nélküliség akkor volt, ha valakinek meghalt az apja. Most, hogy milyen okból, ez most részletkérdés. De a mai világban, hát például én úgy nőttem föl, hogy az általános iskolában egyetlen egy olyan gyerek volt az osztályunkban, akinek csonka volt a családja. Egyetlen egy. De annak azért, mert az édesanyja meghalt, és az apja egyedül nevelte. És nem volt a 30 vagy 28 vagy valami ilyesmin voltunk, egy olyan gyerek se azon kívül, akinek csonka családban nőtt volna föl. Na most akkor kérdezzétek meg már, ha van kicsit nagyobb gyereketek, hogy a családban, vagy ott az osztályban milyen arányban csonka családban nőnek föl a gyerekek. Hát szerintem legalább a fele. Több, mint a fele. Na most, ez tudod, mit jelent? Az apa nélküliség azt jelenti, hogy
kivétel nélkül, nincs kivétel, hogy minden nő megerősödik, és arra jön rá, már mi milyen nő, a kislányról van szó. Megerősödik az apa nélküli családban, és arra jön rá, hogy nem jó anyának lenni. Hoppá! A nem jó anyának lenni az a lényege, hogy minél később szülni, vagy nem is rendelkezni gyerekkel. Oké? Tehát nem szülni gyereket. És bazi erősek lesznek a nők tőle, az apa nélküliségben. A férfiak meg milyen lesznek? Tehát egy fiú, kisfiú fölnő a apa nélkül, ellentéte lesz pont. Olyan lesz, aki trófeázik a nőkkel. Strigulázik, hogy ez is megvan, ez is megvan, ez is megvan, ez is megvan, hogy az önbizalmát valahogy visszaszerezze. Amit elvette az anyja. És lesz egy gyenge Jankó. Oké? Egy gyenge férfi. Akinek majd lesz egy bazi erős felesége. Ha lesz egyáltalán. Mert sok esetben, ahol túl erős a nő, még párja sincs. Tehát ugye két eset szokott előfordulni. Vagy túl korán párt választ, még szinte gyerek, vagy nem lesz párja, tehát nem lesz tartós kapcsolata. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, akkor bekerül egy olyan kapcsolatba, ahol sokkal erősebb a nő, ezáltal mit látnak megint a gyerekek? Nőuralmat. Az olyan, mint ahhoz hasonló a helyzet, mint ha nem is lenne apja. És akkor az megy tovább, hogy erőteljes lány, tehát nő lesz abból a kislányból. A férfiból meg egy gyenge férfi. És onnantól kezdve, és nincs kivétel, nincs kivétel. És onnantól kezdve fölbomlott az egész egyensúly, és elérték azt, amit akartak. Mit? Hogy a legerősebb egység, ami a bolygón létezett, az a család. Szétessen. Érted? És ha szétesnek a családok, akkor szétesik a társadalom is, csak úgy mondanám. Csak ezt nem tudom, miért akarják a hatalmon lévők. Mert a család a társadalom tartó pillére. És ez olyan, hogy ha a tartó pilléreket, mondjuk egy épületnek a tartó pilléreit meggyengíted, akkor az épület nagyon könnyen összedől. És ugyanúgy, ha a társadalomnak a tartó pilléreit, a családot meggyengítik, akkor a társadalom szétesik, összedől. Tehát ezért próbálják szorgalmazni az egynemű kapcsolatokat. Nem vicc, komoly. És azzal próbálják egy ilyen álcsaládi formát létrehozni. Csak azért, hogy ebben tisztában legyetek. Tehát ugye azok, akik egy neművel vannak kapcsolatban, tehát nem bántom őket, ne értsétek félre, azoknak a jó része az biszexuális. Tehát biszexuális. Tehát az azt jelenti, hogy azonossal is, meg ellentétessel is. De melyikkel a könnyebb? Az azonossal. Nyilvánvaló. Nem az ellentétessel. És akkor az a zöme, amelyikben megvan a saját, az ellentétes nemhez való vonzódás is, akkor nyilván, mivel nem ért az ellentéthez, nem ért ahhoz, hogy hogyan bánjon az ellentéttel,
Ezért ugye arra jön rá, hogy marad az azonosnál. És ez azt eredményezi, hogy így próbálják pótolni, tudod, a családi kapcsolatokat, és a család, mint tartó pillér, hát ha így megmarad. De ugye tudni kellene azt, hogy az egész párkapcsolati összeomlás az honnan indult el? Az első, de leginkább a második világháborút követően. Amikor a, például itt Magyarországon a nőknek, tehát a fiatal nőknek, akik éppen gyereket neveltek, azok, tehát nem az idősekről van szó, mert az idősek, idős nőknek idős férjük volt, azok nem mentek háborúba. De azok, akiknek gyerekük volt, azokat vonták be a háborúba. És azoknak a fele meghalt, nem jött vissza. És azok, akik az második, most csak jellemzően a másodikról beszélek, de ez már ez a helyzet elkezdődött az elsőben, de ott ugye nem volt annyi haláleset, közel sem, mint a másodikban. Tehát azok, akik gyereket neveltek, nők, a fele. A gyerekeknek a fele apa nélkül maradt. Fele. És kénytelenek voltak a nők felnevelni egyedül. Csak ugye mi a baj azzal? Ha egy nő egyedül neveli a gyerekét, akkor neki kell, hogy legyen a gyerek apja is. Ez a baj. Tehát ami azt jelenti, hogy a gyerekkel időnként erőteljesnek kell lenni. És a nők olyanok, meg minden ember olyan, hogyha sokat kell erőteljeskedni, akkor úgy marad az illető. Oké? És addig nem volt erőteljes, míg ott volt az apa. De az apa meghalt a második világháborúban, a nők felénél, mondom még egyszer, azokról beszélek, akiknek gyereke volt. És onnantól kezdve a nők fele úgy kénytelen volt fölnevelni a gyerekét, hogy nem volt egyáltalán apa. És azok, akiknek visszajött az apa, azok is úgy nevelték 2-3 évig, vagy 4 évig, hogy nem volt jelen az apa. És ha nincs jelen az apa, hiába van apa, olyan, mintha nem lenne. Tehát például egy kamionos férfi, amelyiknek kisgyereke van és kamionozik, ugyanezt fogja átélni a gyerekeinél. Az azt jelenti, hogy olyan, mintha a gyerekének nem lenne apja. Vagy egy olyan férfi, amely külkereskedelemmel foglalkozik, és csak ritkán van otthon, ugyanezt fogja átélni a gyerekeknél. És ugyanezt élték át azok a családok, tehát magyarul az egész társadalom nőtagja átélte, hogy a férfiakat egy jó darabig nélkülözték a második világháborúban. És a fele a nőknek pedig végleg nélkülözte abban az időben, amíg gyereket nevelt. És onnantól elindult ez a fajta nem helyes működés. És ezt a nem helyes működést hogy lehet tudatosan visszaállítani? Hát csak úgy, ha az ember ért hozzá. Világos ez? De az ember ugye kialakított magában, most megint hölgyek, kialakítottatok magatokban egyfajta gondolkodásmódot, én tudom, hogy arról nem könnyű lemondani. Tudom, hogy az egót nem könnyű félrerakni. De mégis meg lehet csinálni. Oké? Szóval a lényeg az, hogy az ember egy olyan működő lény, amely bármely problémát képes megoldani, ha van tudása.
És ha esetleg elakad a tudás gyakorlása folyamán, semmi gond, mert ez egy olyan közösség, ahol vannak vezetők, igazgatók, és segítenek abban, hogy áthidaljátok azt a problémát. Jó? Tehát megoldjátok. De hát az embernek még van ezen kívül három területe. Van a környezetünk is. Tehát itt jellemzően most éppen nem az emberekről való környezetről beszélek, mert az a másokkal való helyes bánásmód. Tehát a környezetünkhöz tartoznak az eszközei, a környezetünkhöz tartozik az élővilág, állatok, növények, stb. Stb. Oké? Tehát ez a terület. Tehát az anyag, ez a terület, és az egyéb élő lények, ez a terület. Hogy ezekkel is jól tudjunk bánni. Tehát az ember, gondold, végig úgy működik, hogy a gondolkodásod miensége, pozitivitása, negativitása kihat az anyag élettartamára. Kihat a növényeid minőségére. Kihat az állataid egészségére. Oké? Tehát ez sem elvetendő dolog, hogy ezen a területen is az embernek legyen tudása és gyakorlata, hogy, hogy mit, hogyan működtessen. És akkor nézzük tovább. Hát, ha itt vannak, ugye, itt ez a kilencedik terület, a hatóság. Hát az embernek gondjai vannak a hatóságokkal, akkor az eléggé megviseli őt. Hát, hogyha az ember ismeri a szabályokat, stb. Stb. És tud alkalmazkodni a szabályokhoz, akkor ugye ez nem különösebb probléma. Tehát ebből a szempontból nem csak azt a fajta hatóságot értjük, aki hatalommal bír fölötted, hanem olyan jellegű hatalommal is, hogyha például mondjuk egy bankkal van gondod, akkor onnantól kezdve a bankkal van gondod, akkor az ebbe tartozik. Mert ha nem jól csinálod a dolgodat, akkor a banknak lesz igaza. És a bank átviszi az akaratát. De ha jól tudod, jól tudsz bánni ezzel a területtel is, akkor ilyen helyzeteket is képes leszel megoldani. És van még egy tizedik területünk, hát az Istened, a Teremtőd, kinek melyik jobban tetszik. Ki az, aki hisz valamilyen felsőbbrendű lényben, vagy saját lényben? Oké. Okay. Azért mondom, hogy lényben vagy saját lényben, mert az egyik a tied, a másik meg a közös. Melyik lenne jobb, ha csak egy közös lenne, vagy lenne sajátod? Hm? A saját. Hát akkor higgy már benne. Nem? Nem? Ha az lenne a jobb, akkor abba kell hinned jobban, nem? Hát a közös, az tudjuk, hogy van, de ami neked van. Tehát most, mit tudom én, hölgyekhez fordulok, mondjuk egy szép cipő, melyik a jobb, ha a lábadon van, vagy valakinek a másiknak a lábán. Vagy esetleg közösen hordtok többen egy pár cipőt. Ha? Melyik a jobb? Hát ha ti, és azt tudod mondani, hogy ez az enyém, nem? Nem a miénk, hanem ez az enyém. Tehát, na ugyanez vonatkozik erre a területre. Oké? Okay. Ábóvó neked van, de nem mindegy, hogy hiszel-e benne, vagy sem. Hanem csak egy közösben hiszel, vagy a sajátodban hiszel.
ők ilyenkor meg szokták kérdezni, de hát mi lehet a neve? Nem mindegy. Hát ugye a te Istened vagy te teremtőd, nekem tök mindegy, hogy teremtődnek hívod vagy Istenednek hívod, de nagyon egyszerűen meg tudod szólítani. Ha teremtődnek hívod, akkor azt mondod, hogy teremtőm. Oké, az a neve. Érted? Azzal nem fogja hinni, hogy a Gipsz Jakabnak a teremtője. Mert hozzászóltál, világos ez? Ugyanez az Isten kifejezéssel. Nem azt mondod, hogy Istenünk, Istenem. De egyébként, ha megnézed, nem furcsa a magyar nyelvünk. Soha nem azt mondjuk, hogy Istenünk, hanem mindenhol Istenemről beszélünk. Tehát az összes imában Istenem van. Nem furcsa? És ez nem véletlen. Oké? Tehát nincs olyan, hogy milyen Isten vagy imáról tudsz, ahol többes számban beszélnek az Istenről. Tehát, hogy közös Isten. Nincs. Istened van. Tehát ez a terület, ez be tudja folyásolni az összes másikat, mind a kilencet. Miért? Nagyon egyszerű. Mert ők nagyobb tudással és nagyobb hatalommal rendelkeznek, mint amit vel te rendelkezel, és amit te el tudsz képzelni. Jó, tehát onnantól kezdve, hogyha nekik nagyobb a tudásuk és a hatalmuk, akkor nyilvánvalóan, hogyha te képes vagy arra, hogy ezeket befolyásold, akkor ők vajon mennyire képesek? Azért beszélek most többes számról, mert kikinek mindig mindenkinek a saját Istenéről van szó. Oké? No, hát körülbelül ennyi fér bele a mai napba, de azért még ide egy pillanatra visszamegyünk, hogy ezt megnézzük, hogy mit is csinálunk. Tehát a coachképzéseink az egy eszköz, amely által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességeket és gyakorlási lehetőségeket, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak, tehát hogyha az embernek megvan erre a tudása és gyakorlata, akkor az ember képessé válik arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együtt működjön másokkal. És így élje az életét azért, hogy a Földön 2035-re aranykor lehessen. Nem mi találtuk azt ki, hogy 2035-re aranykornak kell lenni a bolygón, ez egy fenti utasítás. Tehát eddigra ez az utolsó dátum, amikorra aranykornak kell lenni a bolygón, nem egy országban, hanem a bolygón. Ennek már meg kellett volna valósulni 2012 év végére, tehát 2003-tól ezen a bolygónak aranykornak kéne lenni. Hát ettől kicsit messze vagyunk most jelenleg még, és következményei is lesznek annak, méghozzá súlyos következményei, hogyha a bolygón nem lesz aranykor 2035-re, jó? Ez az emberiség végét okozná, jó? Tehát nem a világ végét okozná, hanem az emberiség és a Föld végét okozná, ha nem lenne aranykor. Úgyhogy eléggé komolyan kellene venni ezt a dolgot, és eljutatni az emberek számára a tudást, mert ha nincs tudás, akkor nincs megbékélés egymással. Világos ez? És a megbékélés az otthon kezdődik. Oké?
Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus képzést. Még annyit fűznék hozzá ehhez a témakörhöz, hogy ugye mi Gergővel friss házasok vagyunk, és olyan jó érzés, hogy itt tanulunk, és együtt tudjuk ezt létrehozni, illetve jó házasságot létrehozni. És ezen rajta leszünk. És életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem az itt tanulni, és azóta is itt tanulok. Azért azt javasolnám neked is, hogy kezd el a képzést, hiszen itt rengeteg tudást kaphatsz az információk mellett. Az ingyenes előadások ugye csak információt tartalmaznak, mint hogy ma is hallottátok. Szóval javaslom a képzés elkezdését mi hamarabb. A szünet után személyiségfejlesztő coach képzésünk lesz, amelyen ha részt szeretnél venni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor szeretnék elköszönni tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. Köszönöm.